A legelső cicám, és őt Dávidtól kaptam, hát 7 éve szülinapomra, azt hiszem, ez még az előző tanyán, mert nagyon hiányoztak a cicák, nagyon macskás vagyok, abszolút ilyen cat lady, és anyukámnak van egy nagyon szép nagy testű cicája, és nagyon hiányzott, hogy nem voltak itt ölelgessek, meg simogassak, meg hozzám bújjon, és így lett Morgul. Gyere ide, gyönyörű! Gyere ide! Jaj, szia! Morgul amúgy egy totálisan problémás macska volt, amikor először hozzánk került. Ne ijesszen meg senkit, hogy hiányzik oldalt a bundikája, csak most vedlik éppen, és ki szokta tépni magának. Kicsit agresszív, én próbálok neki segíteni ollóval, de nem nagyon hagyja, mert hogy ahhoz képest, hogy régebben nagyon félős, meg elbújós, meg ilyen, hát félős cica volt. Szegényke. Ahhoz képest most már ő itt a főnök, a tanyán. Mindenkit a helyére tesz, elsősorban a komondorokat, akik így méretarányosan van némi különbség. Teljesen így belenőtt ebbe a főnök szerepbe, és szeretem azt gondolni, hogy egy kicsit együtt fejlődtünk, meg együtt szerettük meg ezt a fajta életmódot, mert hogy ő is egy tömbház cica volt, én egy városi lány voltam, és ehhez képest most már egyáltalán nem tudnám ezt az életmódot itt hagyni. Gyere! Szóval Morgul a főnök. Ó, nagyon fontos, a neve tündéül van. Egyfajta fordításban azt tudja jelenteni például, hogy bűvös, elvarázsolt. Bár pont a Gyűrűk urában egy kicsit negatív konnotációja van ennek a szónak, mint például a morgultőr, meg Minas Morgul, de ez egy varázslatot jelent. Na jó, néha fekete mágiát. Elvarázsolt, az a lényeg. Most már menne. Most már kész, elég volt. Nagyon sokat tudok még mesélni róla. Szerintem megpróbálunk majd egy olyan felvételt szerezni, ahol dorombol, és hallatszik, hogy van egy kis, hát én nem tudom, orrsövényferdülésre gondolok, vagy valami hasonlóra, de egy kicsit olyan, mint egy repett fazék, amikor dorombol, de így szeretjük. Bármikor, hogyha bárkivel vitatkozom, általában a kutyák szoktak lenni, hogyha pont valamit szétszedtek a farmon, és haragszom rájuk, akkor Morgul a semmiből előbukkan, és lefújja, és lepofozza őket, és rögtön a helyükre teszi, hogy hogy gondolod, hogy az én gazdimmal kikezdesz, igaz? Ezt szoktad csinálni. Morgul nagyon védi Annát. Ezt szoktad mindig csinálni. Ezért is szoktam mondani, hogy mi így együtt nőttünk bele ebbe az életmódba. De attól nagyon szeretnek. Na jó. Ki van ott? Csengő! Csengő! Igen, a macska hal mindent, ha akar. Hát, hogyha Csengővel folytatjuk, az egy kicsit egy ugrás, így idővonalban. Gyere, Csengő! Csengő az egyik legfélősebb cicám, tehát rá így az angol scaredy cat, az nagyon jól illik. Ő minden kis nesztől, meg mindentől össze szokott rezzenni, de ha kedve van hozzá, akkor nagyon bújós és nagyon dorombolós. Csengő ott született a somogyi tanyán, méghozzá a nappaliban, a kanapén, valamikor éjfél és egy óra között, végig ott voltam az anyukája mellett, amikor szült, és kettő cicát megtartottunk abból az alomból, az egyik közülük Csengő. A nevét amúgy az egyik
kedves barátunk adta, aki akkor tájt sokat segített be nekünk a tanyán, és egy kék szalag volt a nyakába, azért mert az összes cicából, a 6 cicából, hello, ő itt amúgy junior, Csengőnek a kölyke, tehát van egy 3 generációs macska, de majd bemutatom mindegyiket. Csengőre visszatérve volt egy kis kék szalag a nyakába, mert hogy a macska kölykök közül volt 4 fekete, meg 2 círmos, és a feketéket nem lehetett sehogy sem megkülönböztetni, szóval mindenki kapott egy kis színes szalagot, és az egyik önkéntesünk azt mondta, hogy a szalaggal olyan, mintha egy kis Csengő lenne a nyakába, és rajta maradt egy Csengő. Akkor tovább is térek Juniorra. Juni! Juni egy kicsit olyan macska, aki nem mindig van tisztában azzal, hogy mi történik körülötte a világon. De és ez nem gond. Ő kimondottan az a cica, akit egyáltalán nem az eszéért szeretünk, mert igazából nem is vagyok biztos, hogy van neki ilyen, de szeretjük, mert nagyon-nagyon embercentrikus. Őt úgy tartottuk meg egy olyan macskaalomból, ami sajnos kicsit ilyen meglepetés macskaalom volt. Előfordul. Megjegyzem, azóta ivartalanítva van mindegyik macska. Őt azért tartottuk meg, mert ő volt a legembercentrikusabb. Tehát még a másik 5 cica ment az anyukájához szopizni, meg egymással játszani, meg kergetőzni, addig Junior ehhez képest mindig odajött hozzánk. Tehát ha leültünk a szobába, akkor ő mindig így ölbe bújt, odajött, és valahogy így. Na, hát megesett rajta a szívünk, hogy na jól van, akkor legalább egyet tartsunk meg, és ő lett az. Amúgy Töki Juniorból kapta a nevét, mert hogy volt neki ilyen valamikor. Már nincs. Egy darabig. Közben bejöttünk a házikóba, ahol igazából az összes macska általában lustizni szokott és pihengetni, mert amint mondtam, én valójában egy nagyon macskabolond személy vagyok, szóval nálam a macskák kivel járkálhatnak, és nagyon szeretem, hogyha mellettem vannak a mindennapi életben. De csak napközben. De csak napközben, mert éjszaka nem hagynak aludni, ez így van. Folytatom azzal a cicával, aki hát talált cica, nagyon kreatív módon Vörinek hívják, és ki fogom innen szedni a kosárkájából. Hello! Gyere, mutassuk meg, mekkora pocakot van! Nem látszik rajta, de amikor megtaláltuk, akkor csont és bőr volt. Nem tűnik ugyanannak a macskának a képen, meg most, mert hogy egy kicsit így túl kompenzált. Tehát ő éhezett szegényke nagyon sokáig. Az erdőben találtuk az előző tanya mellett, és oda szegődött hozzánk, és egy erős bolhaiirtás, meg féreghajtózás után befogadtam őt is. Én. A többi macska nem fogadtam. Vörivel nem igazán szeretnek a többi cicák barátkozni, tehát ő egy ilyen kis magányos farkas. Valahogy mindig az az érzésem, hogy mintha nem ugyanúgy kommunikálnának, mert sokszor én látom, hogy nem csinált semmi rosszat, csak elsétál A-ból B-be, tehát így tényleg semmit nem csinál, és akkor letámadja valamelyik macska. Ő amúgy nőstény cica, még akkor is, hogyha egy kicsit férfias vonásai vannak, még az állatorvos is megkérdezte tőlem, hogy biztos vagyok benne, hogy nőstény, amikor elvittem ivartalanítani, és nem mondtam, hogy én nem vagyok állatorvos, de szerintem nőstény. És nőstény. Szóval így, ő így került bele a csapatba. És akkor meg is jelent Mr.M. Igazából egy olyan macska, aki nagyon nem szokott jól kijönni Vörivel, szóval így most próbálom rajta tartani a szemem. Azt látjátok, gondolom, hogy vedlenek a macskáin, tehát így bocsánat, közben minden tele van szőrrel. Mr.M. egy testvérpárnak a hím tagja, majd mindjárt megmutatom a húgát is. Ők ketten óriási cimboraságban élnek, nagyon egy rúdra jár az eszük, tehát hogyha így valamit el akarnak érni, akkor összefognak rendszeresen. Egy teljesen új helyszínre kiraktam egy tálmacska kaját, és Mr.M. meg a testvére teljesen lestoppolták. És úgy, hogy az egyik az egy polcon felülről, a másik alulról, és nem engedtek oda más macskát, hogy ott tegyenek. Tehát ilyen
nagyon gonosz kis módon összefognak, és így játsszák a játékot, a hatalmi játékot. Azt azért hozzáteszem, hogy ennek a hatalmi játékoknak szerintem az agya az nem feltétlen ő szokott lenni, inkább csak az izom. Lehet, hogy ezt csak én beszélem így bele, de nekem ez jön át. Amúgy, hogyha nincs úgy semmi dolga, például más macskákat elüldözni a kajától, Miszterem nagyon szeret körülbelül itt, ahol most fekszik, napi olyan 20 órát simán aludni. Ez úgy szokott kinézni, hogy reggel kinyitom az ajtót, a macskák beszaladnak, kajálnak, Miszterem bejön ide a hálószobába, felugrik az ágyra, és kb. Addig itt van, amíg este meg nem fogom, hogy na jó, ki kell menni. Tehát simán lustálkodna egész nap. Életemben nem láttam még egeret fogni. Ehhez képest a nőstényeim nagyon szorgosak. És akkor igazából próbáljunk megmutatni. Kimaradt az, hogy mind a kettő talál cica. Igazából ja, az összes cicát talált is cica. Hát igen. Jövő gazdi, jövő. Na hát ő Miril. Ő egy díva, amint látjátok a színén is. Ugye itt maradsz egy picikét, csak mutassuk már meg, hogy milyen szép cica vagy. Bármennyire is különbözően néz ki Miszterem tőlük, testvérek, és őket valahol azt hiszem Budapest környékén találták valami kartondobozba, szóval őket csak így egy ilyen, nem tudom, ilyen ingyen macska elvihető hirdetésből szereztük. És mondhatom azt, hogy Miril a második macskám, Miszterem a harmadik. Azért van ez a sorrend, még akkor is, hogyha egyszerre érkeztek, mert nagyon szerettem volna. Ne menj már el, olyan szép vagy, olyan gyönyörű vagy. Nagyon is szerettem volna egy foltos cicát mindig is. És a hirdetésre azért reagáltunk, mert Miril ott volt. És aztán, amikor Miszteremet megláttuk, akkor jól van, na hát jöjjenek együtt, ha már testvérek, ne szedjük őket szét. De Miril volt az, akit kiválasztottam. Ő egy kis díva, őt nem lehet rávenni így dolgokra, amiket ő nem szeretne megcsinálni. Ő a saját maga agya szerint cselekszik, csinálja a dolgokat, és kész. És közben meg nézzétek meg, hogy tényleg nagyon gyönyörű. És a bajuszkái az egyik oldalon feketék, a másik oldalon fehérek. Bocsánat, nem, mindkét oldalon fehérek, de itt van három fekete bajusz. Tudtam, hogy van valami a bajszámmal. És amúgy X-be áll a lába hátul egy picikét. Kövi cicát, kérem ide! Hello, Bello! Na, őt nagyon könnyű rávenni, hogy itt maradjon, mert ő még egy kölyök cica, és bármivel eljátszik. Az ő neve Merida, igen, a bátor részben. Nem tudom, hogy ez így YouTube tintát tűrő sztori-e, de amikor először ide került, akkor úgy neveztük, hogy a kiszaros. És gondolkoztam valami olyan neven, ami valamilyen más nyelven beleépíti ezt az elnevezést. És aztán eszembe jutott, hogy franciául a merd szó. Elnézést a rettentes kiejtésemért, anyukám szerintem fogja a fülét és sóhajtozik, hogy milyen szörnyen mondtam. De a merd szónak a becézésére úgy gondoltam, hogy Merida, jó, oké, akkor csak megmarad ez a kis eredeti becenév. Ő úgy került a farmra, hello, Miszterem, na mi van, te is vadászol? Érdekes módon, Miszterem, mondom, egeret soha nem fogott, de játszani nagyon szeret. Azt hiszem, a legtöbbet ő szokott játszani a pici macskával. Ő a 9. macskám, úgyhogy a 7. is és a 8. is úgy voltam, hogy nem, több nem lesz, elég. És nem azért, mert nem akarnék több macskát, mert nagyon-nagyon szeretem a macskákat, és igazából részemről 100 macskám is lehetne, mert az olyan vagány. De sajnos arra ráébredtem, hogy egy bizonyos létszám után nem tudom egyformán szeretni őket, és kialakulnak kedvencek, meg kevésbé kedvencek, amitől ilyen kis bűntudatom van, hogy ez úgy nem fair, mert mindegyik megérdemelné, hogy foglalkozok és hogy szeressem őket. Ez valahogy úgy azt szokott eszembe jutni, hogy ha mondjuk egy anyának van 10 gyereke, nagyon nehezen hiszem el, hogyha azt mondja nekem, hogy mindegyiket egyformán szereti. Nagyon-nagyon nehezen. 9 macskát nem lehet egyformán szeretni, mint a 9-et, és ezért nem akartam több macskát, hogy ne híguljon a szeretet, ha ennek így van értelme. Szóval, ki
kilencedik macska. Hogy került ide? Bejött egy autó egyik nap a farmra, az egyik munkatársunknak az autója. Én nem is voltam itthon aznap, és csak telefonáltak, hogy kiugrott egy macska az alvázból, és hogy esetleg valamelyik szomszédnak a macskája, vagy mi lehet, honnan esett, honnan jött. Senki nem tud semmit róla, egyszerűen nem lehet tudni, hogy honnan van ez a macska. Itt van. Kis bolhafészek, nyávog, embercentrikus, kajás, nagyon éhes szegényke. Ekkora volt az egész. Mint most a feje. Ekkora volt az egész cica, így elfért, és így és így mondta magáért, hogy annyira cuki volt, hogy muszáj volt megtartsuk. És Dávidnak következő nap mondtam, hogy de hát szegényen, most mi legyen, meghirdessük, kinek adjuk oda, keressünk neki gazdit Budapesten, mi legyen vele. És akkor Dávid csak annyit kérdezett tőlem, na és mi lesz a neve? Hát valami embetűs. És akkor azt mondta, hogy na jó, ennyit arról, hogy oda akarod adni, de hát akkor már rég eldöntöttem, hogy ez a macska, ez itt fog maradni. Sajnos most két cicát nem találok meg, és nem is nagyon akarnak előjönni. Az egyik őjük Moriella, akit szoktatok nagyon sokszor látni a videóinkba, ő ugyancsak egy fekete cica, ő Csengőnek az anyukája, és Tökinek az anyukája, aki a második cica, akit nem találok. Ja igen, és Töki egy kész csavargó, tehát így 2 kilométeres körzetben bárhol is lehet, semmi értelme nincs hívogatni, ha nem jön, akkor nem hallja valószínűleg. Mert ha hívogatom, akkor kaját kap, arra általában jön.